még ebben az évben 898 őszén egy követség érkezett Árpádhoz, keleti frankoktól, nagy fejedelmünkhöz. Vezéri tanáccsal fogadta is őket, fejedelmi sátrát megnyitván előttük, mint a jó szomszédnak és harcos társának. Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Attila Nagy Király Hotel baráti kör megjelent tagjait és a Mi Hazánk csapatát. Kiemelt tisztelettel köszöntöm Deák Sárosi László úr, mai előadónkat. Hát egy nagyon nevezes személyiséget tudtunk meghívni ma. Szeretnék is néhány mondatot életútjáról szólni. Deák Sárosi László Székely udvarhelyen született 1969. október 18-án. Herceg Ferenc díjas magyar költő, filmesztét a PhD és klasszikus gitáros. Az elemi iskolát Parajdon, a szakközépiskolát Székelyudvarhelyen a 2. számú ipari liceumba végezte. Ezzel párhuzamosan elvégezte a Művészeti Népiskola 3 éves klasszikus gitár tanfolyamát. Érettségi 1988 után egy évig matematikát hallgatott a Temesvári Tudomány Egyetemen, majd a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola klasszikus gitárszakán folytatta tanulmányait. 1995-ben Luxemburgban szerzett klasszikus gitár oktatói Premier Prix-es képesítést, ezután visszatért Budapestre, ahol 2007-ben az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen magyar és filmelmélet bölcsészet, illetve tanári szakon diplomázott. Végzett webfejlesztői és forgatókönyvírói tanfolyamot is. Ez 2016-ban az ELTE BTK nyelvtudományi doktori iskolájába végzett PhD fokozattal. Doktori disszertációjának címe kép szövegjelentés változásai és képretorika. Tisztelettel felkérem Deák Sárosit, kezdje meg előadását. Köszönöm szépen. Köszönöm. Látták a sok frankot egymás hegyén hátán, különben úgy hitték, mocsárba tűntek el. Szép estét kívánok! Úgy kezdtem, ahogy a rómaiaktól tanultuk, mert ők is van mit tanulni, in medias res, tehát egy részlettel. Ahogy önök láthatták is ugye az imént a kivetítőn, itt volt a könyvnek, a kiadványnak a borítója. Itt egy kiadványnak a bemutatása lesz, arra vállalkoztam, arra kértek föl.
Ez egy könyv, és egy CD melléklet van hozzá. Tartalmazza a könyv az eposzt, az 3470 sorból és 60 énekből áll. Van egy utószó, és azt is én írtam hozzá. És nem mellékletként, hát itt mellékletnek hívják ugye technikailag vagy jogilag, de hát az eposzt teljes szövege meg van zenésítve, ez 7 óra 17 percet tesz ki. Ez igazából 6 CD lenne tömörítetlen változatban. Egy nagyon professzionális tömörítéssel, ugye egyetlen MP3 CD-re rá tudtuk varázsolni, és úgy gondoljuk, hogy nagyon is hallgatható, tehát ilyen kisebb, egyszerűbb lejátszókkal és kihangosítva akkor is hallgatható. Amit pedig most hallottak, az a 12. ének volt ebből a 60 énekből, és kicsit vissza fogok ugrani, de mégis valahol a közepén kezdeném azért, mert rögtön ez fölvet néhány kérdést, hogy miről is szól ez a mű. Mit keres egy zalavári csata, a pozsonyi csata eposzban? Ennek több magyarázata van, legalább 3-at elmondok. Az egyik az, hogy 9 év fontosabb történéseit meséli el, ez egy történet, mivel eposz. Az eposzról, a műfajról még kicsit később is beszélek, de most így mondjuk a történet vázáról egy kicsit ejtsek szót. 9 év történéseit meséli el, 2 évvel vagy 3 évvel vagyunk ugye a honfoglalás után, 898-ban, és ekkor kérik fel, ugye Arnulf császár kéri fel Árpád és Kurszán nagy fejedelmet, hogy támadják meg Berengár észak-itáliai királyt. Miért? Ezt is, erről is lesz szó, hogy betélkedtek, a császári címet akarták megszerezni. És a pozsonyi csatával ér véget, mert a pozsonyi csata az úgynevezett honfoglalásnak a záró eseménye. Azért mondom, hogy úgynevezett, mert ugye, hogyha László Gyula és követőit vesszük figyelembe az ő kutatásaikat, akkor ez második vagy többedik honfoglalás volt. És hogy miért akkor ért véget? Hát azért, mert addig fokozatosan folyt annak az a folyamat, ami a Kárpát-medencében való megerősödés, ugye elfoglalták azokat a területeket, amelyek a keleti frankokhoz, morvákhoz, stb. Tartoztak, és itt megerősödött tulajdonképpen a magyar állam. Na és a zalavári csata, ez úgy kerül bele, hogy ugye mikor visszatérnek Észak-Itáliából, akkor, hát erre utalnak bizonyos források, akkor foglalták el, vagy vissza Pannóniát. És a zalavári csatára nincs megdönthetetlen bizonyíték, hogy ott volt és pontosan akkor volt, de nagyon valószínű, mivel Zalavárnál, Mozabúrnak hívták, ott volt egy erős keleti frank helyőrség, és hogyha vissza akarta valaki foglalni Pannóniát, akkor ezt a helyőrséget kellett legyőznie. Hát lehet, hogy nem épp Zalavárnál ütköztek meg, hanem valahol máshol, de az elég valószínű, hogy ez megtörtént 900-ban, amikor Kurszán nagy fejedelem visszavezette a csapatait északi Itáliából. Tehát ezért került bele. A másik, amiért belekerült, van egy olyan vita is, hogy a pozsonyi csata nem is Pozsonynál volt, Pozsonytól 15-20 kilométerre délnyugatra, hanem Zalavárnál. Ezt egy-két történész vagy régész osztja ezt a nézetet, a legtöbb történész azonban ezt elveti, és én is nem azért, hogy a többséghez csatlakozom, de ők győztek meg, hogy ez igazából Pozsonynál történhetett, mert nem csupán egy név vagy név etimologizálásból érhető tettem, vagy bizonyítható az, hogy hol volt, hanem logisztikailag, hogy mennyi idő alatt hová tudtak eljutni, miért oda. Tehát ezekben olyan nagyon részletesen nem megyek be, de a legvalószínűbb az úgy volt, hogy Pozsonynál volt a 907-ben, július elején, ugye 4-4-e, 7-e között nagyjából, elhúzott a későbbre is a csaták. De Zalavárnál is feltehetően volt egy, és mondom, az benne van a történetben, és akkor erre is utal ez a történet, ez a feldolgozás. Na még mit szerettem volna elmondani itt az első blogban, az első bejátszáshoz tartozóan. Hát azt mindenképpen azt ne hallgassuk el, hogy nem úgy ne hallgassuk, hanem nagyon is fontosan ki kell emelni, hogy kik ennek az eposznak az alkotói.
Hát én magam a szövegeket, a verseket írtam források és történészi értelmezések alapján, de a zenét Fábri Géza, népzenész, énekmondó írta, biztosan ismerik őt, ha esetleg nem név szerint az együtteseit, Vízöntő együttesbe játszik 1990 óta alapember, vagy a Mentés másként trióval, illetve a Vágtázó Csodaszarvas több koncertjén, lemezén működik közre, és ő 12 másik zenésszel játszotta végig ezt a 7 és 1/4 órányi zenét, és ebből hallottunk részletet, illetve még fogunk egy-két részletet hallani, és azt sem mulaszhatom el, hogy megköszönjem a támogatókat is, mert ennek az eposznak voltak támogatói. Én 2 évet dolgoztam rajta, és amikor kész volt a szöveg, ez a 3470 sor, akkor pályáztam a kiadásra, illetve alkotói ösztöndíjat a zenészeknek, hogy ők tudjanak azért legalább félállásban ez alatt a 2 év alatt rajta dolgozni, és dolgoztak is. 2 év megfeszített kemény munkával Fábri Géza megírta a zenét, és a zenész barátaival fölvették. És olyanok működtek közre, mint például Szokolai Dongó Balázs, biztosan ismerik őt, vagy Rossa Levente a régi zenében, generációk óta ez a család jelen van és jeles. És amit hallottunk, ez a 12. ének, itt például közreműködik Fábri Gézának egy tanítványa, úgy hívják, hogy Bede Ádám, ő néhány évvel ezelőtt, most is 11 éves, egy fiatal gyerek, megnyerte a Fölszállott a páva országos versenyt a népi hangszer kategóriában. Tehát ugye ő kobozzal indult, de hát az összes furuják, hegedűk minden között a legjobb hangszeres volt a saját korosztályában. És ő a 11 éves gyerek így játszott Fábri Géza, valahogy hallották a zalavári csatában. És még egy másik tanítvány is közre működik, és még egy fiatal hölgy is a végén, azt hallani fogjuk. Na akkor még arról, hogy miért szól ez az eposz nem csak a pozsonyi csatáról, hanem egy korszakról. Azért, mert nem önmagában a csata érdekes, meg kell értenünk azokat a motivációkat, amelyek ehhez a nagy összecsapáshoz vezettek, meg kell értenünk az előzményeket és a következményeket, hiszen tudjuk, hogy a történet eseményekből áll, okozatból és időrendből. És valahol ott kezdődnek ugye a honfoglalás után ezek a dolgok, ahogy megfizetik a magyarokat a többi ország és uralkodó megtámadására, nekik is érdekük, hogy biztosítsák a határait, illetve mint mindenki, és nem rittak ki ebből a korszakból, ugye adófizetővé teszi a környező országokat, vazalus állomás, stb., bár ők nem így hívták és nem így tekintettek rájuk, de minden esetre ez általános gyakorlatú, tehát nem kell őket elítélni, hiszen nagy kára is azért jött a zavarok ellen, hogy kirabolja őket és kifossza őket, és a magyarok sokkal nyíltabban és becsületesebben jártak el, ezért is szól ez az eposz nem csak arról, hogy büszkék vagyunk, mert erősebbek voltak, hanem ha megnézzük, akkor elénk például nem követtek el ilyen királygyilkosságokat, amilyet itt körbe elég sokan elkövettek. Hát ugye Kurszán nagyfejedelmet is törbe csalták, meggyilkolták, akkor Arnulf császárt megmérgezték, Berengárt császár király korában jóval később szintén megmérgezték, Berengár még megvalkította az unokatestvérét, harmadik Lajost, és akkor vagy Formosus pápát halott emberként perbe fogták, és lefolytottak. Ez benne van egyébként a történetben, hogy van egy bírósági eljárás a Formosus pápa ellen, aki megkoronázta Arnulfot császárra, és akinek feltehetően a magyarok segítségére siettek, amikor bevette Rómát és Formosus mellett állt. Tehát akkor így megismerjük azt a korszakot, és megismerjük azokat a motivációkat, mik vezettek ide. Hát a birodalmi politikák, és az anyagiasság. És ezeket nem én találom ki, hanem ezek a forrásokból nagyon szépen világosan kiderülnek. Például levelekből hitelesnek fogadják el a történészek Teotmár érsek és főkancellár levelét. Ő a keleti frank birodalomnak volt a tulajdonképpen mai értelemben a miniszterelnöke, a főkancellárja.
És abból sok minden kiderült, folyton adókat emlegetnek, meg mindenféle ilyen törekvés, ami meggyőzésre irányult, az anyagiak rendezésére utalt, úgyhogy akkor is nagyon kemény, kegyetlen anyagias világ volt, nem is változott tulajdonképpen, csak kicsit a módszerek változtak. Úgyhogy ezért kellett egy nagyobb merítést venni, hogy 9 év történése, és ez így vezetnek el az események a 907-es pozsonyi csatához, ami egy végső nagy összecsapás volt, és 123 évig ugye idegen katona, hódító katona nem lépett Magyarország területére, és gondoljunk bele abba, hogy a napjainkban, az utóbbi 123 évben nem lépett volna idegen hódító katona Magyarország területére, hol tartanák minden értelme kulturálisan, gazdaságilag, demográfiailag, minden szempontból. Tehát ezért tényleg egyik legfontosabb eseménye a múltunkból. És akkor ugye nem csupán azt használtam föl, ami forrásként és történész értelmezésként volt, hanem a kikövetkeztetéseket is. Tehát magyar részről nem nagyon tudjuk, hogy pontosan kik vettek részt, ugye az előző részekben sem, vagy a csatában konkrétan, de ez kikövetkeztető, és én a legvalószínűbb verzióval értem, és ezt írtam meg. Na most akkor következik egy másik részlet, itt picit visszaugrunk az időbe, és akkor hallunk egy rövid részletet abból, hogy hogyan próbálnak tárgyalni a keleti frankok, a küldöttség Árpád és Kurszán nagyfejedelem, illetve vezéreivel. Még ebben az évben 898 őszén egy követség érkezett Árpádhoz, keleti frankoktól nagyfejedelmünkhöz. Vezéri tanáccsal fogadta is őket, fejedelmi sátrát megnyitván előttük, mint a jó szomszédnak és harcos társának. Jött te ott már érsek, egyben főkancellár, Luitpold és Sieghárd bajor hercegekkel, s négy harcosuk vállán hatalmas ládával. Köszöntötték illőn mind e vendégeket, kik Árpád és Kurszán nagy fejedelmünket, Attilának dicső sarjaként tisztelik. Üdvözletét hozták Arnulf császáruknak, ki megbecsüléssel szólt a magyar törzsek, győzhetetlen vitéz derék vezériről. Árpád megkérdezte, mi szél hozta őket, tán csak nem Rómát kell újra bevenniük, magyar segítséggel mindkét esztendeje. Nos, akkor itt azért kicsit pontokba szedve is említsük, hogy mik voltak ezek a fő motivációk. Ugye a többi ország motivációja, ugye területszerzés és megtartás, ugye hát már Nagy Károly is ugye egész a Tiszáig, vagy még tovább hatolt be a zavarok országába elfoglalta, és aztán később is ugyanez volt, egymásra is folyton azért háborúztak, hogy ki legyen az első. A másik pedig az adók, ugye, hogy kényszerítsék alkalmi és állandó adófizetésre a szomszédos és a távolabbi országokat, illetve a római császári hatalom és cím megszerzése. Azért azt is meg kell említeni, hogy ezek az uralkodók a többsége egymással rokonok voltak, Nagy Károlynak a leszármazottai, Arnulf a dédunokája volt, az ő fia, negyedik Lajos, aki megvívta a pozsonyi csatát, vagy az ő emberei, a szép unokája, Berengár király is a Nagy Károlynak volt a leszármazottja, harmadik Lajos, Vak Lajos is,
És akkor még mások is beszálltak ebbe a küzdelembe, például a spoletói hercegség, a Spoleto az ott van Észak-Itáliában, Rómától északra, és azért, mert közel volt a tűzhöz, jóban voltak a pápával, a mindenkori pápával, a pápai hatalommal, sőt, ugye nagyon nagy összefonódások voltak, és ezek olyan szintig elmentek, hogy a történészek ezért nevezik a 10. századot Saeculum Obscurumnak, sötét századnak, mert sem előtte, sem utána mindig voltak azért összefüggések, de ilyen durvák, mint akkor, nem is részletezem, van néhány utalás. De az egyik nagyon egyértelmű utalás például ez a hullazsinat, hát ilyet előtte se, utána se hallottunk, hogy egy halott embert ugye perbe fogjanak nyilvánosan, és aztán le is fejezték. Akkor említsük meg, hogy a magyarok részéről is kicsit hasonlók voltak ugye a motivációk, tehát ugye az itt területszerzés is, hogy az a Kárpát-medencébe a természetes határokig kitolják, sőt a gyepűsávokig ugye a határokat, ugye a behódolás is, tehát ők is ugye a gyepűsávban lévőket, azokat adófizetésre kényszerítették. Természetes volt a zsákmányszerzés, de nem csak rájuk, tehát ezért nem kell őket elítélni. És hadi üzlet, ahogy őket megfizették, mint ahogy hallottuk, jött a főkancellár, és hoztak egy zsák pénzt, vagy láda pénzt, és azt mondták, támadják meg Berengár királyt, és akkor hát, ha így jobb lesz nekik. Akkor egy pár szót említenék arról, hogy mi a könyvnek, vagy a történetnek ugye a szerkezete. Ez a legjobb szándékom szerint történeti és irodalmi, tehát művészeti rekonstrukció. Mind a kettőre egy pár gondolatot vagy mondatot. A történeti rekonstrukció az, hogy amit föl lehet, azt elolvastam, forrásokat, történeti értelmezéseket konzultáltam történészekkel, régészekkel, eszmetörténészekkel, filológusokkal, és akkor kialakítottam a magam változatát erről, tehát újat teljesen nem találtam ki, de ugye valahogy szervesen ezekből a forrásokból és történeti munkákból össze kellett rakni, tehát ez tulajdonképpen az én verzióm. Ez a történeti része, hogy akkor mi történhetett. De ha csak szigorúan a történeti forrásokat nézzük, abból nem tudunk mindent rekonstruálni. A mi történeti írásunk nem őrizte meg. Ennek megvannak az okai. A legfőbb oka az, hogy aztán később, Quedlinburg után főleg, kibékültek a keleti frankokkal, németekkel, és ugye a Istvánnak is bajor hercegnő feleséget szereztek, szerveztek, és ezért kínos lett volna emlegetni, vagy a kereszténység felvételé előtti állapotokat, miközben akkor már nagyon erős államiság volt, és István királyunk sehol nem tartott volna, hogyha nem lett volna ez a több mint 100 éves időszak, amikor itt megerősödött a magyar állam. Na és akkor a történeti rekonstrukción túl van ugye a művészi rekonstrukció, ami a valószínűségi alapon működik, tehát ki élhetett abban az időben, ki vehetett részt abban a csatában, ki tárgyalhatott, mit mondhatott, mit nem mondhatott, meghalt-e ott, vagy nem ott halt meg, azért, vagy nem azért. És akkor egy-két ilyet nézzünk. Azt említettem, hogy például a legtöbb regény, ami nem akarok így kritikával lenni, de nem is használják például Teót már érseknek a levelét, ami az egyik legfontosabb forrás a korszakra nézve, és csak tényleg pár évvel előzte meg a csatát, és abból sok mindent megtudunk, tehát amit írt a Teót már a pápának. És van egy Hattónak is egy level, ami nem biztos, hogy eredeti, lehet, hogy az hamisítvány, de mégis korabeli dolgokat mesél el. És a rekonstrukció az, hogy akkor természetesen akkor valós személyek voltak, tehát szereplője ennek az eposznak Árpád nagyfejedelem, Kurszár nagyfejedelem, a vezérek közül többen, Árpádnak négy fia, ugye a Levente korábban elesett, de a négy fia, Tarhos, Jelek, Jutas és Zolta, és közülük is kettő emelkedik ki ebben a történetben. Róluk ugye a források szerint nem tudunk többet, mint a nevüket, de elképzelhető, hogy akkor épp ilyen fiatal emberek voltak, és
ők ebben a 9 évben nagyon aktív szerepet játszottak ezekben az eseményekben. Hát a mű, az eposz 12 csatának a leírása tartalmazza, még ez is túl sok, mert olyan 20%, tehát nem csak azt a 4-5 csatát, ami Pozsony környékén volt, hanem ilyen előzményeket is, mint például az itáliai hadjáról, vagy utána a zalavári csata. És ezeket ki kellett egészíteni a valószínűség szerint, és ember közelbe hozni, hogy mi lenne, hogyha egy mai ember lenne ott, és ezekben a helyzetekben kellene döntéseket hoznia, hogy akkor ő elmegy ebbe a hadjáratba, vagy nem. Megszereti azt a lányt, akit megpillant, vagy nem, vetélkedik-e a testvérével, vagy szembeszáll-e az apjával, vagy nem, hogy viselkednek a különböző hadjáratokban, tárgyalásokban, úgyhogy ez mind fontos, vagy az is, hogy hogyan értékeli később magát az eseményt, arra több az a több ének is foglalkozik, tehát hogyha azt nézzük, akkor az 55-től a 60-ig, tehát 5 ének foglalkozik az értékeléssel. Na, van például egy olyan ének, ami arról szól, hogy eltemetik a magyar hősöket, akik elestek ott a Barnahegy és az Árhegy az első főcsatában. Van egy olyan ének, amikor IV. Lajos elpanaszolja az ő sirámait, elmondja a hattó érseknek, ők voltak a túlélők, és ez ilyen nagyon megrázóan és balladisztikusan igyekszik elmondani. Eddig, aki hallotta, annak tetszett, és azt mondták, ez ilyen balladisztikus megrázó, hogy ő szólongatja az elesett hadvezéreit, és kiderül, hogy ők ketten a haditanács, hattó érsekkel, akik gyámja, és ő 13 éves volt, egy szegény kisfiú tulajdonképpen. Akkor természetesen van olyan ének, ahol ülnek egy ünnepet, mint ahogy a győzelmet megünneplik, Árpád tart beszédet, kijelöli az utódját, nem mondom meg, hogy ki, meg kell hallgatni, és van egy olyan jelenet is például, vagy egy olyan ének, amikor az eposz magára reagál, hogy miért fontos a történetírás eposzi jellege, hogy az énekmondók a legfontosabb dolgokat énekeljék meg, a dicsőséges történéseket is, és a hibákat is, és ez a hagyomány, ez sajnos így megszakadt, erre egy pár mondatot még mondok az eposz műfajánál, de hogy van egy ilyen rész, ezt meg is fogjuk hallgatni, remélem, hogy fog tetszeni a végéről. És akkor még ebben a blogban azt szerettem volna elmondani, hogy mi az üzenete azon túl, hogy egy sorsfordító esemény volt, és valóban ez több mint 1100 év után is érezzük a hatását, mert akkor erősödött meg a magyarság. Tehát mondom, az a 123 béke év, hogy voltak akkor is csaták, de külföldön, és akkor itt azért gyarapodhatott az ország. Hát azon túl azért, ami tanulság. Ugye, hogy az eleink erősebbek, és leleményesebbek, és becsületesebbek is voltak. Ezt már ugye elmondtam, hogy miért, tehát nálunk például nem fordultak ilyenek elő, hogy orvul törbecsaljanak valakit, és meggyilkolják. Mert van például külön egy ének arról, hogy Kurszányt hogy gyilkolják meg, amikor meghívják tárgyalni, de benne van egy énekben III. Lajos megvakítása is, tehát hogy rettenjünk el, illetve a Hullazsinat is egy külön ének. Na, akkor most eljutottunk addig, akkor hallgassunk bele egy olyan énekbe, ami az egyik pozsonyi csatát meséli el, nevezetesen nálam a 3., mert amikor átkelnek a Dunán, és akkor ott a Luitpold seregével ütköznek meg hajnalban. Luitpold tábora 8-9 mérföldnyi távolságra volt a gázlótól egy völgyben, s arra indultak mind arvossal az élen. Még nem érte utol őket a pirkadat, mikor ráleltek a frankok sátraira, s riadtan lármázó őreikre szintén. Azok vészjelzését elnyelte a húj-húj, s szörnyű nagy robajjal magyarok szabjái. Lovaik patá is azok derítése, mint pusztító vihar tarolt a magyar had, s mire kardjaik
kivonták a frankok, túljágra jutott legalább harmaduk. Hey! És még nem is hallottuk a Morinkhúrt, ami nagyon megrázó a végén, amikor a halálesetek történnek, de a rebeket most hallottuk, hogy azt hiszem az előzőben is volt. Az egy ilyen régi hegedű fajta, csak ilyen sonka alakja van, és bélhúrokon játszik, és fantasztikus, ahogy Rossa Levente megbűvöli, élőben is hallottam őt. Akkor még egy picit arra, akkor térjünk rá, hogy mennyire egyezik meg a történeti rekonstrukció és az irodalmi rekonstrukció. Egy-két mozzanatot azért kiemelnék, ami mindig kritikus, anélkül, hogy vitába szállnék a többi szerzővel, történészekkel és írókkal, akik ezt feldolgozták. Az egyik ilyen kérdés, ugye ez a híres idézet, az Ugrosz Baiorie regno eliminandos esse, ami hát egy ilyen kiragadott idézet, és ez a később, egy 6 évszázada későbbi történetírótól származik, akit azért többnyire elismernek a történészek, mert hogy korabeli forrásokból dolgozott, és ez az idézet azt jelenteni, hogy üzzék ki a magyarokat Bajor felség területről. És hát ezt sokan úgy fordítják le, hogy kihagyják a Baiorie szót, és akkor, hogy írtsátok ki a magyarokat. Ez az én értelmezésemben, és azoknak a történészeknek az értelmezésekben, akiknek én igazat adok, ez úgy kevésbé valószínű. Egyrészt nem is gondolhatták komolyan, hogy kiírtják a magyarokat, abban népírtások voltak korábban és későbben is, inkább úgymond kiűzni akarták, ezt tűzhették ki valós célként. Esetleg gondolhatták úgy, csak nem egy idézetnek a félrefordításával kellene ezt igazolni, mert mindenki ezzel próbálja igazolni. Egyébként nálam megjelenik, van egy haditanács, mielőtt elindulnak a keleti frankok, és ezt is megbeszélik, ezt az idézetet, úgyhogy minden verzió tulajdonképpen benne van, és mindenki gondolkodjon el rajta a források és az eposz alapján, hogy mit tart valószínűleg, minek hisz. Na most ugye arról beszéltem, hogy sok valószínűségi alapon, sok minden valószínűségi alapon történik, hiszen itt két fivérnek a történetéről szól, akik végigjárják ezeket a helyszíneket, a pozsonyi csatákban is oroszlán részt vállalnak. Az én változatomban ők győzik le az előőrs sereggel Teotmárt, mert a nekrológok szerint Teotmár már június 28-án elesett, és ez úgy volt valószínű, hogy az előőrsek már megtámadták a vonuló keleti frankokat, és akkor miért ne lehetett volna az, hogy ők az előőrsbe részt vettek, és ők ejtették el. Tehát nem osztom például azt a véleményt, hogy az összes frank vezér az megbotlik a ló, és beleesik egy szakadékba, és, vagy a villámcsap bele, és hát ezek szemtől szembeni összecsapások voltak, amelyik csak nyilazós volt, de a legtöbben már közel harcra is sor került. Tehát ezek. Akkor a másik kérdés az, hogy mi volt Árpád nagy fejedelemmel. Tehát annyit tudunk, és azt is csak Anonymus-tól is 300 évvel későbbre, hogy Árpád halálának az éve 907. Ha ezt el is fogadjuk, az még nem bizonyíték arra, sem arra, hogy a csata előtt, közben vagy után halt meg, bármelyik lehetséges. Annak nagyon kevés a valószínűsége, hogy a csatában esett volna, mert hogy ez így történik, akkor ezt minden bajor, sváb és egyéb krónika ezt címlapon, ugye, vagy hát ott a kiemelt betűkkel ezt hírül adta volna, sőt, ugye azt is feltételezik, hogy három fia esett el, a három idősebb fia, Tarhos, Jelek és Jutas, és ezért lett, ha nem is rögtön, utódja Zolta. Hát ez sem valószínű, mert hogy mind a három, főleg, hogy mind a három elesett volna is a pozsonyi csatában, mert ezt is megírták volna a krónikák címlapra helyezve. És hogy mondjak erre egy bizonyítékot, Aventi
Ficinus, aki 6 évszázada később az 1400-as években, ugye, vagy mikor volt, hagyjunk hozzá őt, akkor 1500. Nagyon hasonló helyzet volt, és próbálta megindokolni akkor is ezt a közép-európai helyzetet, és nagyon fontos volt neki ideológiailag. Például azt is megmásította, hiába írták meg a sváb krónikák, hogy törbecsalták Kurszán nagyfejedelmet és megölték. Ő meg nem nevezett püspöki levelekre hivatkozva azt mondta, hogy csatában győzték le Kurszánt. Tehát, hogyha ez neki ilyen fontos volt, akkor biztos megemlítette volna, estek volna a hercegi fiak, vagy éppen Árpád nagyfejedelem. Akkor viszont ha ebben az énekben nem hallgattuk ugyan tovább, de itt azért elesik a legidősebb fiú, ezt megengedtem magamnak és nem feltétlenül a költői szabadság okán, hanem valamilyen valószínűségi okon azért, mert ennek van egy mitológikus része is, hogy miért kerül a végén képbe a legkisebb fiú Zolta, és hogy miért, most már akkor elmondtam, ugye ezt lelőttem, de ezzel nem mondok el nagy titkot, hogy ő lesz, ha nem is rögtön, de Árpád kijelöli utódjaként Zoltát. És hogy miért, azt meg az egész eposzból tudjuk meg, mert hiába voltak nagyon vitézek, ugye Levente is, Tarhos is, Jelek és Jutas különösen, akik végigharcolták ezt az időszakot, és túl is élték, és nem kis eredményekkel, hogy mégis miért. És azt nem lehet egyetlen mondattal elintézni, vagy egyetlen énekkel, hanem annak az egészből kell kiderülnie, úgyhogy remélem, hogy ezzel csak nem árultam el a titkot, hogy miért. És vannak kisebb, apróbb részek is, amelyek eltértek az én változatomban, de ilyen kisebbek, a történeti forrásokhoz képest. És ezeknek egy része dramaturgiai, másik része pedig az, hogy tudjuk, hogy ezeket a krónikákat, ezeket az eseményeket az ellenségeink jegyezték le. És néhol túlozhattak, torzíthattak. És akkor egy-kettőt azért megemlítek, például ugye az ők forrásaikban Berengár király az észak-itáliai hadjáratban, a brentai csatában közkatonának öltözve elmenekül. Na hát itt az én verziómban elfogják Berengár király, de ezzel nem hamisítjuk meg teljesen a történelmet, mert túléli, végül szövetséget kötnek, és ez is megfelel a történelmi tényeknek. Vagy egy másik, amit kritizálhatnak, hogy itt nem ölték meg Vercelli püspökét, őt is elfogták. De van még egy érdekesség, vannak egy-két kisebb költői túlzás, például az, hogy amikor ezek a főbb csaták véget érnek a Pozsony környékén, július 5-e, ugye, akkor mennyi idő alatt menekültek 200 kilométert Enzburgig? Na hát itt nálam 2 nap alatt odaérnek, hát 2 óra alatt most autópályán oda lehet érni, de akkor valószínűleg azért legalább kellett 4 vagy 5 nap is. Hát ezzel sem hamisítottuk meg a történelmet, egy kis túlzás lehet az, hogy hoppá, hogy iparkodtak a frankok menekülni, és menekültek is elég gyorsan, tehát a Szikhárd herceg is menekült, és őt utolérték valahol az ENSZ-nél nyilak terítették le az én változatomban, de a történészek is arra következtetésre jutottak, hogy túlélte a hajóhadak felgyújtását, menekült, és majdnem az ENSZ-ig vagy odáig elért, és ott esett el. Na, és akkor hát ez lenne a történeti háttér, illetve valamilyen viszonya az eposz történetéhez és a feldolgozásához. De azért néhány mondatot hadd mondjak a magáról, az eposzról, hogy miért ezt a műfajt választottam. Korunknak a vezető elbeszélői műfaja az a regény, illetve a film. Ezekben kellene, vagy lehetne a leginkább ezeket feldolgozni. Tudok is legalább 5 regényről, amelyek feldolgozták a Pozsonyi csatát. Készült egy animációs film, tudok filmterről is, forgatókönyvről is. Én is megírtam ezt forgatókönyvben is, tehát ez a történet filmforgatókönyvként is rendelkezésre áll. Tehát hogyha az eposzt jól fogadják, én nyitott vagyok arra, hogy abból filmet is forgassunk, és még a zenét is föl lehet használni. Na de hogy miért az eposz? Az eposz felélesztésének, újraélesztésének van 2 fő oka nálam. Az egyik egy prózaibb, ugye, hogy a film az nagyon drága, hát az milliárdokba kerülne, vagy kerül, hogyha leforgatják.
azt nem lehet olyan könnyen átverni oda a rendszeren, tehát oda támogatók kellnek anyagilag is, meg minden, de egy eposzt azért meg lehet írni. És az eposzt azért kicsit több, mint egy könyv, mert ez már előadói műfaj. Tehát nem csak az, hogy ott van a polcon, és leemelhetjük, elolvashatjuk, hanem elő is lehet adni, és a élményszerűen fogadhatjuk be, mint ahogy hallottuk ezekből a részletekből is, a Fábri Géza és a zenész társai 7 óra és 17 percen keresztül ezt a 60 éneket eléneklik, és mindegyik nekem legalábbis nagyon tetszik, nagyon élményszerű, ahogy előadják a csatákat, a dialógusokat, minden ilyen részletet. Tehát, hogy előadói műfajba kellett ezt valahogy megvalósítani, hogy ne csupán a polcon legyen valami. Illetve kapcsolódunk a hagyományhoz, mert az fönnmaradt, hogy a tehát ilyen történelmi nagy eposzokat Mátyás király idejében még előadtak. A szövegük, dallamuk az nem maradt fenn, de olyan leírás van, hogy ott hallgatták egy napon, kettőn keresztül. Tehát ilyen maratoni méretben, hogy 7 órás, vagy 14 órás, kétnapos eposz. Az ők utódaik voltak aztán az énekmondók, az önök, mint Tinódi Lantos Sebestyén, Nagybánkai Mátyás, Vatai Ferenc, és még lehet sorolni egészen a 19. századig még létező hagyományt, Pálóci Horváth Ádám, aki 1820-ban hunyt el, ő volt a legutolsó nagy énekes költő, a legutolsó magyar trubadúr, hogy így is nevezzük egy kicsit. De ők már a 15., 16., igazából 16. századtól, ők már csak valamennyire örököseik ezeknek, ők kis epikát műveltek a többiekhez képest, mondjuk úgy, mint a regényhez képest novellát. Tehát még akár az Eger ostromának az eléneklése, ami nekünk ilyen hatalmasnak tűnik, az is egy nagy eposzhoz képest, egy kis novella, ami nem baj, az is jó, csak hogy ez valahogy megszakadt. Ezt mi föl szeretnénk újítani és felújítani, ezért nagy eposzban van feldolgozva, tehát ugye 60 énekben, 3470 sorban, és 7 óra és 1 negyedben, és hát ez soknak tűnik így, de mi abban reménykedünk, hogy nagyon vonzók és fülmemászók ezek a dallamok, és meghallgat az ember egyet, kettőt, és nem tudja kikapcsolni, vagy letenni a könyvet mellé, és akkor, ha másképp nem, akkor folytatásban holnap is 3-at, 4-et meghallgat, vagy 5-öt. Én eddig 2 részletben már meg tudtam hallgatni, és csak az éjszaka fáradalma tartott vissza, hogy ne folytassam, tehát nagyon, nagyon remélem, hogy másnak is fog tetszeni. És akkor még kicsit visszautalva arra, hogy miért az epika, miért ilyen fontos, és miért kell feléleszteni. Az elbeszélés az a legősibb művészeti és irodalmi műfaj. Hát gondoljunk bele, még az ősi barlang rajzok is valamilyen történetet mesélnek el, nem? Valamilyen vadász történetet. Altamira, Lascaux, ezek a régi ősi barlangok, barlang rajzai, azok is valamilyen történetet mesélnek, és el is tudjuk képzelni, hogy az volt. És akkor aki elmesélt valamilyen történetet, az megpróbált egy kicsit érzékletesen, színesen elmondani. Ez az egyik rész a történet. A másik pedig a zene, hogy miért kapcsolódik a zenéhez. A zene, a ritmus és a vers az a biológiai lényünkből következik. Hát ott van a szívverés, ott van a légzés, ott van a járás, ezek periodikus mozgások, annyira magunkénak érezzük a ritmust, hogy bárhol megjelenik valami szabályosság, ritmus az vonzó. Persze vonzódunk a szabadsághoz is, hogy ebből egy kicsit kikilépünk, de nagyon vonzódunk a rendhez, ehhez a ritmikussághoz, a periodikussághoz. És maga a zene is a nyelvből alakult ki, a nyelv alakult ki a biológiai lényünkből, az ének pedig a szöveg dallam intonációjából, hiszen minden magánhangzó más magasságon képződik, itt az i, itt az u, ott az á, ugye? Tehát mi dallamosan beszélünk, nekünk föl se tűnik, mi azt hiszük, hogy monotonon beszélünk, miközben nem, mert minden magánhangzó más, és hogyha kihagyjuk a más hanghangzókat, i, a, u, a, á, o, a, ugye? Rögtön halljuk, hogy milyen dallamosan beszélünk. Na és ez a kettő találkozott az eposzban, tehát az elbeszélés, mint ősi művészet és irodalmi forma, és mint a zene, mint a lényünknek a valami eszenciális lényege, és ezért az eposz az egyik legrégebbi műfaj. Nem véletlen, hogy a legrégebbi irodalmi szöveg, ami fönnmaradt, ugyan később jegyezték le, de teljes egészében és szövegszerűen pontosan
azaz Iliász, tehát egy eposz, 17 ezer sornyi, 3 nap alatt adták elő a görögök. Na most ilyen és hasonló nagy eposz, ez máshol is megvolt, nálunk is megvolt, ugye csak kikopott, van, ahol megmaradt későbbig. Például a kirgizeknél, ott a Manasz, az 500 000 sorból áll, 11 kötetben le is van írva, de eléneklik. Ha nem is egyszerre, de egy-egy szeánszon, vagy néhány kötetnyit elénekelnek. Van olyan énekmondó, aki felét már elénekelte. Tehát, és azt nem tudjuk pontosan, hogy hány száz éve korábbi történéseket mesél, de minden esetre mitológiai távolságukból szedik ezeket, és a Manasz, ugye az ők nemzeti hősük, az tovább él ebben, és mai napig hosszú kötetnyi részeket mesélnek el az ő történetikből a kirgizek. De hát, amíg sorolhatnám, hogy van még, ahol az eposz és a nagy eposz túlélte. És akkor ezt próbáltuk mi is feleleveníteni. Természetesen ez a nagyobb vállalkozás, ami egy közepes eposznak számít, hiszen ugye ötöde az Iliásznak, és fele olyan hosszú ez, mint az Rínyász, mert az Rínyász is kétszer ilyen hosszú, tehát ilyen 6000 valamennyi sorból áll, de ez is már nagynak számít. De azért tegyem hozzá, hogy a kicsivel kezdtük, és kicsivel kezdtem, a szerénység az nagyon fontos, tehát nem szabad egyből a mélybe ugrani. Ez a időrendben a negyedik eposz, és a harmadik, ami megjelent. Az első eposz, ami megjelent, az csak ilyen nagyjából egy órás, elénekelve, az 430 hexameterből áll, ezt a Libás Matyi történetéről írtam, amikor a 2008 körül ugye elkártyázzák a libatenyésztőknek a pénzét. Tehát ez is egy történelmi dimenzió, és na, ez kis eposz, mert az egy óra, egy másfél órányi időtartam alatt előadható eposzokat, azokat kis eposznak nevezik, epüllionokat. Hát nem lehet mindig nagyot írni, mert nincs is annyi történet, és nincsenek olyan fontos történetek, amit érdemes ilyen részletesen kidolgozni, de vannak kisebbek, amelyek megérdemlik. És az epüllion, a kis eposz, az például a rómaiaknál ott az nagyon fontos műfaj volt, minden valamire való költének illet legalább egy epülliont írni, és az be is mutatni. És nem csak ugye az eposzokat, az epikus elbeszélő költem illet bemutatni, hanem a lírai verseket és esteket kellett szervezni. Aki olvasta Kosztolányi Dezsőnek a Néró című regényét, az úgy képben van valamennyire, hogy akkor mennyire fontos volt ott, hogy fölléptek, kibéreltek egy színházat, milyen sokba került, ugye, kibérelni egy színházat, és olyan estet tartani, hogy ne a gladiátor játékokra menjenek, hanem őket hallgassák. És az volt a költő, aki állta a sarat, tudott egy estet szervezni, előadták, szerették, írt egy epüllyont is legalább. Na, és akkor így folytattam, tehát volt az első a Libás Matyi, akkor utána, még abban az évben jelent meg, de ugye azt később kezdtem írni, Nyolcágú Csillag, Székely Mózes és a Brassai Csata, ez az egyetlen székely származású erdélyi fejedelemről szól, és 1603-ban játszódik. Na hát ott egy vesztes csatát írok meg, de abból is lehet tanulni, tehát nem az a lényeg, hogy most vesztettünk vagy nyertünk, az is fontos, mind a kettőről szólni kell, tudni kell, hogy mikor volt széthúzás, mikor volt összetartás, de ott is megvolt az összetartás, és ugye akkor jöttek rá, hogy jobban össze kellett volna tartani, és utána hogy rántották össze magukat, mikor ott megsemmisítő vereséget szenvedtek Brassónál, ugye a 3-4-szeres haderővel szembe. Na, és akkor még egy epüllyont írtam, időben az volt az első, de az még nem jelent meg, ugyanaz már megvan zenésítve, de ugye arra is megfelelő pályázati pénzt kell szerezni, de a megzenésítés az megvolt, és Fábri Géza kapott egy egyéves alkotói ösztöndíjat, és akkor azt hát remélhetőleg jövőre ki fogjuk adni. Az a 19. század végén, 20. század elején játszódik Erdélyben, Székelyföldön, és az időszak, amikor megszüntették 1876-ban a székely székeket, és betagolták a vármegye rendszerbe, ezzel megszüntették a székelyek több mint 8 évszázados, majdnem évezredes autonómiáját, az ősi magyaroknak a társadalmi és gazdasági, kulturális és katonai berendezkedését őrizték meg ők nagyon sokáig. Persze mindig elvettek egy kicsit belőle, de ez a kegyelemdöfés akkor történt meg. Magyarországgyűlés szavazta meg 1876-ban, hogy meg kell szüntetni, és megyésítették a székely székeket is. Ez azt jelentette, hogy ugyanaz a polgári törvénykönyv lett érvényes rájuk. És ez egy zűrzavart okozott,
A székelyeknél ugye kettős értékrendbe kezdtek gondolkodni, és az az anyagias szemlélet, ami a polgári import törvénykönyvekben megjelent, az rájuk is kötelező lett, és akkor hát mi történt? Ezt írja le az az eposz, a három singa jutalom, ez a címe. Na, hát akkor így megpróbáltam így kontextusba helyezni azt, hogy miért jött éppen ez a nagy eposz, tehát ilyen előzmények után, és ez a harmadik, ami közös munka Fábri Gézával, és itt már mondom, nem kell tovább bemutatnom, hiszen megemlítettem, tudják, hogy a nagyon neves népzenészről van szó, aki több műfajban is alkot és fellép, tehát hogy a Vízentő együttesben, a Mentés másként trióban, illetve a Vágtázó Csodaszarvasban. Na most akkor még annyit említenék meg, hogy azért az eposz az bizonyos értelemben, mint műfaj, műnem és elbeszélő forma, azért más műfajokban azért valamennyire túlél, hiszen nem véletlen, hogy megmaradtak az olyan műfajok, mint az opera, operát, musical, tehát a zenés műfajok. Ugye ezek egy kicsit felhígultak, alkalmazkodtak jobban a korhoz és a befogadói igényekhez, de ami régi és ős, az nem feltétlen rossz, hiszen ma is játsszák például Szofoklésznak, vagy Euripidésznek, vagy Plautusznak a műveit, tehát akkor az eposz miért ne eleveníthetnénk föl? Tehát ahogy megjelent mondjuk a film, az nem tette zárójelbe a regényt, továbbra is írnak regényeket is, vagy a filmet sem radírozta ki a televízió, vagy az internet. Legfőnebb helyet kért az új is, ezért úgy gondoljuk, hogy a régi az jó, és megújítva, felújítva az jó. És akkor én úgy gondolom, hogy nagyjából ennyit mondtam volna így magamtól, meghallgatunk még egy részletet, és utána, ha van bármi kérdés, hozzászólás, akkor én szívesen válaszolok. Itt végezetül, vagy ennek a, hogy mondjam, az én mondatomnak a lezárásaként meghallgatjuk az 59. éneket. Az 59. ének már ugye az a vége, az összegzés, amikor kicsit magára, a műfajra is reflektál, magáról is beszél az énekmondó, megszólal Árpád is, hogy miért fontos megőrizni ezeket az emlékeket, és hát ad egy olyan távlatot, egy olyan érzést maga az énekmondás és az utójáték, ami úgy gondolom jellemzi az egész eposzt. Az elejéről annyit mondanék, az körülbelül olyan 3,5 perc, amikor az énekmondó maga mesél egyetlen Koboszki ismerete, már hallottunk ilyet, de nekem ez nagyon tetszik, mert olyan egyszerűen és dinamikusan tudja kísérni magát, hogy egy nagy zenekar sem tudná izgalmasabban, ahogy az a hangokat, ahogy beosztja a kíséretben, az ilyen magnetikus szinte. És akkor a végén ugye van egy hangszer szóló, az adja meg azt a távlatot, azt a felszabadultság érzést, ami az egész küzdelemnek és a küzdelem megünneplése örömének egy eszenciája. Ne legyen
bátor tett, s meghasonlás, miről nem emlékeznek meg az ének mondóink, ahogy tették is ezt ősi idők óta. Hitből s igazságból merítsetek erőt, s bátor tettekből, hisz nem csak egy pillanat, mondja meg, kik vagyunk, magyarok, testvérek. Amint tovább csengtek szívünkig e szavak, szerény személyem a húrjaim zengetve felvettem a dicső emlékek fonalát. Megidézve a nagy pozsonyi csatákat, egyszer szólok majd még jelekről, jutasról, Gyöngyről és az egység különös titkáról. Amint körbe zsongott húrjaim rezgése, szálltak vele fénnyel át és át szült szavak, feltekintik az ég végtelen ívére. Felhőse lebegett fölöttünk, csak két hatalmas szárny körvonala sejlett, s aki látta, annak intett a kék sólyom. Vele, mintha én is emelkedtem volna, s láttam, amit ő is könnyedén suhanva, először a Duna tükrén sűszálak közt. Várát nagy ívben megkerülve, egyre feljebb s közben kelet felé tartva, megcsillant a csodás Kárpátok karéja.